Veszprém megyei jogú város önkormányzata részt vesz a Globális Célok a Városokért nemzetközi elnevezésű projektben, amelyben 19 európai ország, 19 városa arra keresi a választ, hogy az ENSZ fenntarthatósági céljai milyen módon lokalizálható. A lokalizáláshoz természetesen több gyakorlati aspektus is vezet, és különösen fontos téma ez most, hiszen Veszprém Európa kulturális fővárosa lett, és 2023 szinte már itt van a kapuban. Mai beszélgető társaim dr. Lőrinc Katalin és Szalai Marietta. Dr. Lőrinc Katalin a Pannon Egyetem gazdaságtudományi karának dékán helyettese, aki szakterületét tekintve a fenntartható turizmussal foglalkozik, illetve Szalai Marietta, aki a Veszprém Balaton 2023 ZRT fenntarthatósági projektmenedzsere. Kedves Katalin és Marietta, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Az első kérdésem az lenne, hogy sokszor hallunk manapság arról, hogy a fenntarthatóság gondolata már kikapcsolódásaink során is ott kell, hogy motoszkáljon a fejünkbe. Véleményetek és tapasztalataitok szerint milyen gyakorlati megvalósításai vannak a fenntarthatóságnak, például egy nagyobb rendezvényen vagy egy fesztiválon? Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Tulajdonképpen én onnan indítanám a gondolatmenetet, hogy mikor beszélhetünk egy rendezvényről fenntartható, mikor mondhatjuk azt, hogy egy rendezvény fenntartható. Nagyon sokszor használjuk ezt a szót, szerintem helytelenül. Én onnan közelítek mindig, hogy mekkora léptékű ez a rendezvény. Tehát amíg több ezer ember eszik, iszik, szórakozik egy helyen, arra nem igazán mondhatjuk még jelenleg, hogy fenntartható egy ilyen rendezvény. Azonban a kis léptékű, szelidebb összejövetelek, rendezvények, amik nem feltétlenül fesztiválok, itt sokkal inkább megvalósítható a teljes fenntarthatóság. De ugyanakkor mind a kettő léptékű rendezvénynél nagyon nagy szerepünk van abban, hogy hogyan valósítsuk meg ezeket a szempontokat, illetve egy nagy fesztiválnál is nagyon sokat visszavehetünk egy esemény káros környezeti hatásaiból, hogyha jól csináljuk. És hát ugye itt mindig a legelső dolog, ami szembe jön, az a hulladék kérdés, mert hogy ez az a tényező, ami kézzelfogható, amivel a fesztivál látogató találkozik, ami szem előtt van, de közel sem a hulladéktermelés az, ami egy-egy esemény káros környezeti hatásait okozza, sokkal inkább például a közlekedés, tehát ugye ennek a mennyiségű embernek erre a helyszínre való odajutása, az egy koncentrált közlekedési gócpontokat hoz létre, illetve nagyon sokan ugye az autós közlekedés az, amit ma előnyben részesítenek. Úgyhogy ha csak egy szempont van, vagy ha csak egy terület van, amire szeretnénk beavatkozni, akkor én mindig azt mondom, hogy ez a közlekedés legyen, tehát hogy próbáljuk a közösségi közlekedést promotálni, előtérbe helyezni, teremtsük meg azt, hogy kényelmes legyen, jól informálódjanak a látogatók arról, hogy mikor milyen eszközöket tudnak használni, mert olykor csak tényleg az információ az, ami hiányzik, és nagyon könnyen át tudjuk őket terelni más közlekedési eszközökre. Dekoráció gyártása nagyon sokszor ugye előjön, itt is nagyon, nagyon számít, hogy egy rendezvény milyen anyagokat használ, gyárt-e felesleges dolgokat, felesleges ajándéktárgyokat, valóban szükség van ezekre az ajándéktárgyakra. Úgyhogy mi a munkánk során minden egyes tevékenységet megvizsgálunk, hogy hol tudunk beavatkozni egy-egy rendezvénynek a szervezésekor, és egy időbeli beavatkozásnál tulajdonképpen még anyagi befektetés sem nagyon igényel sokszor ezek a változtatások, úgyhogy így párat csak most így kiemeltem ezek közül. A fenntarthatóságra így visszautalva, Marietta említett több környezeti kérdést, de itt emellett foglalkozunk gazdasági és társadalmi fenntarthatósági kérdésekkel is, és az is egy lényeges kérdés, hogy a fesztiválok, rendezvények esetében hogyan tudjuk megszólítani a látogatók mellett magukat a főszervezőket, vagy azokat a különböző ételitalszolgáltókat, közlekedéssel, hangosítással, biztonságtechnikával foglalkozó cégeket, akik szintén tehetnek jó pár olyan lépést, hogy egy rendezvény, egy fesztivál valóban a széndioxid kibocsátás kapcsán is például kisebb léptékkel működjön. Én azt emelném ki, hogy minden egyes, a mérettől függetlenül minden egyes rendezvényszervező és minden egyes látogató felelősséggel tartozik azért, amit tesz,
és például mondjuk a társadalmi fenntarthatóság kapcsán igenis előtérbe kell azokat a szempontokat is helyezni, hogy vonjuk be a helyi közösséget, a helyi termelőket, csökkentsük ugye az ellátási láncnak, ezt a beszállítási kilométernek a mértékét, próbáljunk meg arra gondolni, hogy vannak olyan csoportok, olyan közösségek, akik kevésbé tudnak hozzáférni helyszínekhez, például a tolókocsival közlekednek, babakocsival közlekednek. Próbáljuk meg, hogy a rendezvényeink nagy része családbarát legyen. Illetve a társadalmi kérdés például sok esetben az, hogy mondjuk az árazásnál tudunk-e helyieket úgy támogatni, segíteni, fiatalokat akár, hogy valamiféle kedvezményt biztosítunk. Nyilvánvalóan ez mindig a gazdasági fenntarthatóság ellen hat, de egy lényeges kérdés. Megkérdeztünk mi az elmúlt 3 évben több fesztivál látogatót és fesztivál szervezőt is, és ők csatlakozva itt a Mariettának a típjeihez, meg szempontjaihoz, például nagyon sok esetben említették az ivóvíznek a kérdését, hogy csapvízet szeretnének. Előtérbe került az is egyébként, hogy a közösségi közlekedés, mert ezek a telekocsi rendszerek is azért tudnak segíteni, tehát hogy ez is sok esetben csökkenti ezt a közlekedési kibocsátást. Ugye a harmadik dolog volt az, hogy nagyon sokszor az emberek úgy gondolkoznak, hogy megmutatkoznának, tehát bemutatkoznának ott azon a helyszínen, ahol ők élnek, és ilyen szempontból is fontos az, hogy a művészek, fellépőknél erre is legyen figyelem. Tudnátok esetleg konkrét példákat hozni arra az előbb elhangzott rendkívül sok hasznos információ, hogy hogyan valósulhatna meg egy fenntarthatóság egyében megszervezett fesztivál? Gyakorlati példákra lennék most kíváncsi, amelyek már megvalósultak itt akár a környezetünkbe, akár egy picit távolabbra tekintve. Magyar példákat szeretnénk mondani, mondjuk kezdjük itt a mi térségünkben, minden évben most már megrendezésre kerül a Bakony Expo. Ez egy kifejezetten helyi értékeket, akár termékszolgáltatás, néptánc, zene, művészeti tevékenység bemutató rendezvény, ahol kifejezetten figyelnek arra, hogy mondjuk ez az általam említett beszállítási kör, ez minél közelebb legyen az emberekhez, maguk a fogyasztók, a vásárlók, megismerik a helyi termelőket, tudjanak tőlük közvetlenül vásárolni, a műanyag szatyok helyett mondjuk vigye mindenki a saját kis kosarát, legyen repohárrendszer, tehát ne az eldobható egyszerhasználatos műanyagokból kóstoltassanak például, vagy akár az evőeszközök során is, illetve itt lehetőséget kapnak a helyi művészeti együttesek az, hogy bemutatkozzanak, hogy fellépjenek, hogy megmutassák magukat. A termelők pedig egy közvetlen találkozási pontként funkcionálnak, tehát hogy aki mondjuk érdekel, hogy méz, vagy lekvár, vagy bármilyen készítmény, ital készítmény, akkor neki lehetőség van ezt megvásárolni. A másik ilyen rendezvény, amit szintén régóta itt mi élvezünk, és a fiataloknak szól, illetve hát a veszpénységhez szerintem nagyon hozzátartozik, ez az Utcazene Fesztivál, ami igazából egy tömeges fesztivál, és bent van egy városi térben, több színpadon zajlanak a rendezvények, de itt is sikerült azért lépésről lépésre több olyan intézkedést megvalósítani, például által említett ivóvíz, hogy hozd a saját kis kulacsodat, töltsed meg a csapvízzel ezt, vagy a vegetáriánus ételkínálat is jelentkezik már a különböző food track-ek kapcsán, illetve a szelektív hulladékgyűjtésnek a rendszere is megvalósul. Én akkor jönnék egy kis léptékű példával. Tavaly indult a Romkoncert sorozatunk, ami egy irodalmi ihletésű esti koncert, ami tulajdonképpen a Balaton felvidék régi romjait mutatja be, és erre az eseményre szoktuk is mondani, hogy ez egy zero waste rendezvény. Nincsen étkeztetés, itt például nincsen szelektív hulladékgyűjtés sem, mert hogy nem keletkezik hulladék. Kérjük a látogatóinkat, hogy amit hoznak magukkal, csomagolás, azt vigyék is haza magukkal. Biztatjuk őket a telekocsizásra, nem gyártunk molinókat, nincsenek kommunikációs anyagok, nem készülnek, illetve komposztol lett van a rendezvényen, ez még egy ilyen külön kuriózuma szokott lenni az eseménynek. Úgyhogy nagyon szeretjük ezt az eseményt így a maga bájossága és a kis léptéke miatt. És akkor most hoznék egy másik példát, ami pedig a Magyar Mozgókép Fesztivál,
Ugye ez egy több ezer főt váró rendezvény. Itt is nagyon sok energiát fektetünk abba, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, ahol csökkenthetjük az esemény káros anyag kibocsátását. Szelektív hulladékgyűjtés az immár második éve sikeresen megvalósul a rendezvényen. Ingyenes ivóvíz is elérhető a rendezvény, vagy a látogatók számára, illetve természetesen a repohár az, ami most már a veszprémi rendezvényeken működik. Úgyhogy ez a három olyan innováció, ami plusz energiabefektetéseket igényel, de most már ezek flottul tudnak működni. Még egyet mondanék a művészetek völgyét, a hangozom az is el, hogy mennyire fontos egy rendezvényen az önkéntesség. És a művészetek völgye évek óta több száz önkéntessel dolgozik, bevonva őket a különböző programszervezésbe, és van olyan, egy jó példának gondolom, és más fesztiválkor is megvalósulhat ez, hogy van olyan program helyszín, ahol kifejezetten szemléletformálással foglalkoznak, és pont ezt a természeti, társadalmi, fenntarthatósági intézkedéseket fordítják le a fesztivál látogatóknak a nyelvére. Szuper. Olyan kérdésem lenne még, hogy mi várható rendezvények, illetve fesztiválok tekintetében az EKF évben? Esetleg vannak-e konkrét javaslatok, vagy konkrét tervek, cseklisták, amiket át lehet adni a megvalósítóknak? Hogyne. Nem csak hogy cseklistánk van egy hívhatom követelményrendszernek, egy minimum szintnek, amit az EKF-hez kapcsolódó rendezvényeknek teljesíteniük kell. Mondok példákat, például minden egyes rendezvénynek ki kell jelölni azt a felelős munkatársat, aki energiát fordít a fenntarthatósági céloknak a megvalósítására. Nagyon fontos, hogy ez egy ember kezébe csoportosuljon, és legyen felelős ennek a dolognak, mert különben ugye ismerjük, hogy a rendezvények élete azért elég káoszos tud lenni, de hogy kell egy felelőse legyen ennek a témának, ez az első és legfontosabb dolog. Aztán itt jönnek a már elhangzott előbbi tételek, hogy ingyenes ivóvíz biztosítása a látogatóknak, szelektív hulladékgyűjtés, mosható poharakat használjon egy rendezvény, tehát itt nem csak a repoháron van a hangsúly, hanem hogy ne legyen egyszer használatos műanyag lehetőleg a rendezvényeken, papír sem és komposztálható sem, tehát ugye a körforgásosságra szeretnénk bíztatni mindenkit. Az étkeztetés során valósuljanak meg a fenntarthatósági szempontok, tehát minél több húsmentes étel legyen a kínálatban, ha lehet, akkor vörös hús az kis arányban forduljon elő a menüben, illetve az anyagbeszerzésnél a fenntarthatósági szempontokat szeretnénk a figyelembe vennék a rendezvényszervezők, és hát ezek ugye azért olyan kérdések, amiknek a megvalósítása az nem mindig egyértelmű, hogy én ezt hogyan is tudom megcsinálni. Úgyhogy amiben nekünk a legnagyobb szerepünk van, az, hogy a rendezvényszervezőket tréningezzük, illetve mentoráljuk őket régiószerte, tehát mindenkinek biztosítunk mentorálási alkalmakat, ahol egy-egy eseményre megnézzük, hogy akkor ott tényleg ott mi a helyzet, és hogy mi az a megoldás, amit őnek érdemes használnia a több közül. Kontaktokat tudunk nekik adni, szolgáltatókat ajánlani. Tehát, hogy tulajdonképpen fogjuk a kezüket a rendezvényszervezőknek, és ezt egy nagyon nagy lehetőségnek látom itt a régióban, hogy országos szinten talán el tud indulni innen ez a kezdeményezés, így ki tudja nőni magát, és tud terjedni országosan. Esetleg tudnátok tippeket adni arra, hogy valaki hogyan lehet tudatos fesztivál látogató, hogy ez egy ilyen nagyobb rendezvényekre hogyan tudok részt venni, mint tudatos látogató? Szerintem nagyon nagy felelőssége van az egyénnek. Egyébként nem csak a fesztivál látogatásra, hanem egyébként is a fogyasztásra. Nem véletlen, hogy az ENSZ fenntartható fejlesztési célok között ott van ez a felelős fogyasztás. Tehát összességében minden olyan szolgáltatási egységnél, ahol én választhatok egy kevésbé fenntartható, vagy jobban fenntartható alternatíva között, például a közlekedésben, hogy én közösségi közlekedést választok, megosztom, meghirdetem az autómat, vagy igyekszem gyalog menni a helyszínre, vagy kerékpárral, tehát mindenképpen az én döntésem az, hogy ezt megtehetem. Dönthetek úgy az étkezésem során is, hogy milyen ételt választok. A Marietta által említettem, hogy nem viszek
plusz szemetet, és, vagy hazaviszem azt a szemetet, amit én ott termeltem, vagy szelektíve gyűjtöm. Odafigyelek arra, hogy nem taposom le fölöslegesen a füvet, vagy a balkon, nem szemetelek. Tehát, hogy nagyon sok olyasmit tehetek, igyekszem arra figyelni, hogy mondjuk készpénzmentes fizetési módokat erősítek-e a szolgáltatókban is, hogy bankkártyával fizetek például, vagy nem veszem el pluszban még azt a kitett prospektust papír alapon, hanem azt mondom, hogy igen, le tudom tölteni, és nem kell nekem kinyomtatni a program fizetet. Én ezt talán egy rövid gondolattal egészíteném ki. Én felszoktam tenni magamnak a kérdést, vásárláskor vagy döntés elé kerülök, hogy kell-e ez nekem. És meg szokott általában jönni a válasz, hogyha valóban tényleg szükségem van valamire, akkor azt érzem, de nagyon sokszor meg a nemleges válasz érkezik, és akkor ez így egyszerűbb a döntés. És mit tudnátok javasolni a fesztivál szervezőknek, akiknek központjában is fókuszában van az, hogy igen, egy rendezvényt tudatosan és a környezetre odafigyelve kellene megszervezni? Melyek a jó tippek, vagy mik a jó tanácsaitok? Például a mérhetőség. Az első, hogy igenis mérni kell azt, hogy mekkora terhelést jelent az a fesztivál, és nem csak az infrastruktúrában víz, energia, hulladék, stb., hanem akár látogatószámban, és ezt tervezni lehet előre. Egyébként az elmúlt időszak a pandémia például nagyon sok esetben a fesztivál szervezők részére azt hozta, hogy sokkal tudatosabban gondolják végig a különböző akciókat, és például igyekeznek felhasználni több éven keresztül azt az anyagot. Mondok egy példát, hogy a molinókat, amiket kitesz egy fesztivál szervező, abból lehet később idézőben sörpadra illesztett tényleg telítőt készíteni, vagy táskát, vagy tehát, hogy újra lehet ezeket a dolgokat használni. Mi összeállítottunk egy ilyen fenntarthatósági kézikönyvet kifejezetten a rendezvény szervezők részére, amit igyekeztünk eljuttatni különböző szakmai fórumokon, és így látta a Fesztivál Szervezők Szövetsége, és letölthető egyébként ez a kézikönyv, ezt csak azért nyomtattuk, hogy meg tudjuk mutatni az érdeklődőknek, hogy mik azok a programpontok végigmentve a környezeti társadalmi biztonsági kérdéseken, amiben kis lépésekkel, de valaki tudatosan tudja a saját rendezvényét alakítani. Az Európa Kulturális Fővárosa Program pedig készített a Pannon Egyetem által készített kiadványból egy rövidebb kivonatot, ahol tényleg tételesen checklista szerűen tudja pipálni azokat a tényezőket, amiket meg kell tennie. Sikeres legyen a programja. Kedves Marietta és Katalin, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hogy megosztottátok velünk ezt a rendkívül hasznos információ tömeget. Köszönöm. Köszönjük. Mi is köszönjük szépen.